elfogadással volt a kezdetekben nehéz, hogy elfogadjanak minket így együtt az emberek. Nehezen tudták elképzelni sokan, hogy mi együtt egy párt alkossunk. Úgy gondolok a tanáraimra, az iskolában, a művészeti iskola tanáraira, hogy én nem megyek egyetemre, ezért sok negatív gondolatot kaptam is. De győztünk. Az első lépés, az igaz, hogy nehéz volt, főleg fejben feldolgozni, mikor ilyenekkel viccelődtek, hogy ráfos kerekűszekkel akartuk járni, és mindenféle ilyen ózsdi beszédek voltak, tehát előítéletek, de szerintem egy idő után annyira megerősödik az ember, és ez is egy jó gyakorlat arra, hogy kell erős legyen egy ember, ezeken át kell tudni. Ez olyan volt, mint egy nagyon széles folyó, mikor átúsztad, utána már vissza nem kell nézni. Ez a sötétség, világosság harca, én szerintem ez volt az ős hit világunk is. Főleg itt a nagy hegyek között, ott, ahol a nap későbbre kell és hamarabb lenyugszik, sokkal több a sötét. Tehát azt mondom, hogy itt többre, jobban felértékelődik a fény. Én kisgyerekkorom óta találkoztam úgy értve a halállal, hogy mint történés. Tehát olyan akasztott ember közelében is voltam, és nem is egyszer. Tehát én azt mondom, hogy nekem nem tabu, nincsenek ettől se félelmeim. Szerintem ez egy átmenet egyik létből a másikba. Sajnos ez a rendszer, az újabb rendszer a mindenféle ravatalozókkal, a voltak elrejtésével oda jut el, hogy a következő generációk már félnek a halálattól. Tehát annyira tabu témával válik, hogy egy kisgyereknek hihetetlen, nem is tudja elképzelni, hogy mi az. Tehát nem tud közeledni hozzá. Nekem édesapám a karjaim közt hunyt el. Tehát én szerintem az már valahol mi is vagyunk. Tehát ahogy József Attila is írja, hogy az ősem is én vagyok. Tehát ott az embernek egy része elmegy. Úgyhogy én úgy érzem, hogy egészen közelről találkoztam a halállal ilyen szempontból. Nem tudom, miért festek. Én kiskorom óta mindig rajzoltam, vagy festettem. Kisebb kitérők voltak, de mindig valami visszahozott ide. Megvan írva a sorsunk, valószínűleg nekem ez volt. Művészemberek teljesen másképp. Én, ahogy művészembert ismertem, a férjemén kívül teljesen más életet élnek, teljesen másképp gondolkodnak. Teljesen más az elképzelésük az életről. Én nem mondom, hogy könnyű, de úgy érzem, hogy annyira kiegészítjük egymást, és annyira a jó dolgok felülkerekednek a kevésbé jó dolgokon, hogy szeretem ezt az életet, és ezért így szeretek együtt élni vele. Az élet az egy nagy játék, tehát nem szabad komolyan venni. Több időt kell mosolyogni, mint sokat búsulni. Tehát igazából nincs a mind búsulni, mert az ember, ha jó környezetben él, ha csak kinézel az ablakon, szép dolgokat látsz, nincs a miért nem mosolyogni. Azért nem ezért, mert ebben tudok kiteljesedni. Ebben az ősi technikában érzem jól magam. Ugye eleinte én is rajzoltam, festettem, de sose éreztem ezt a
ennyire nyugodtnak magam közben, amikor alkotok. Az a legfontosabb egy embernek, hogyha már ez a hivatás tudata van, hogy üzenni kell. Tehát mindig üzeneteket kell küldeni a képekkel is. És valószínű inkább ez motivál, hogy valamit mindig a külvilágnak üzenni, és ha nem túl szerintelenség, azt is, hogy tanítani. A legfontosabb a gyerekek nevelésében, hogy következetesek legyünk. Mi nekük megígérünk valamit, és nem tartjuk be, akkor ezzel azt mondjuk el nekik, hogy nem beszélünk igazat, nem vagyunk hitelesek. És a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy természet közelben legyenek szabadok valamilyen szinten, egészséges határokon belül, és minél többet játszanak a természetben, minél több mindent felfedezzenek. Bízni kell abban, hogy a Jóisten velünk van, és követ, és segít az utunkban, de mindig hallgassunk a belsőnkre, és a belső gondolatokra, és a belső hangokra. Hogyha hallgatunk ezekre a hangokra, akkor jó úton járunk, én úgy érzem. Azt üzenem azoknak, akik bátortalanok, vagy valami jobból kifolyólag nem mernek belevágni egy hasonló, egyszerűbb látásmódú életbe, hogy ne féljetek. Tehát a bátraké a jövő. És messze a legfontosabb az, hogy ne agyaljatok. A szív gondolata a legelső, és az érződik, és az embernek miért szól el a szíve. Tehát az ős gondolat az onnan származik, biztos vagyok benne.